Mintegy 1500 érdeklődő vett részt június elején a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei vadásznapon Ibrányban. A rendezvényen az ifjú vadászok fogadalomtételére és a vadász szakma kitüntetéseinek átadására is sor került. A témával kapcsolatban pedig vendégünk a stúdióban Fazekas Gergely, az Országos Magyar Vadászkamara megyei területi szervezetének titkára. Jó napot kívánok! Üdvözlöm Önt! 1500 érdeklődő vett részt. Hát akkor ők azért nem vadászok, tehát nem mindenki vadász, gondolom. Körülbelül a hány százaléka lehetett ott ténylegesen vadász? Meglepő, gyakorlatilag szinte mindenki vadász volt. Ugye a megyében van 4100 vadászunk, akinek 150 fő körülbelül, aki hivatásos vadászként tevékenykedik, a többi sportvadász. És ez a rendezvény az alapvetően arról szól, hogy azoknak a sportvadászoknak, családtagoknak, érdeklődőknek engedjünk egy kis betekintést, egy kis szórakozást, akik egyébként a szakmai rendezvényekre nem jönnek el, nem tudnak eljönni, hiszen az mondjuk a hivatásos vadász szakmának szól. Gyakorlatilag ez egyfajta nyitása a vadászkamarának a nem vadászok felé, a családtagok felé. Itt igazából van egy másfél-két órás ilyen protokollális rész, ugye a megnyitó, amikor átadjuk a kitüntetéseket, illetve avatjuk az ifjú vadászokat, onnantól kezdve pedig egy jó hangulatú ilyen családi nap, kicsit nagyobb méretekben nyilván, mert 1500 ember azért már egy jó nagy család, főzőversennyel, bemutatókkal, különböző programokkal, gyerekjátszósorokkal, tehát igazából arról szól, hogy mindenki jól tudja magát érezni, oda ki látogat. Tehát ha most nagyon egyszerűen lefordítjuk, akkor apa elmegy vadászni, és onnantól kezdve nem is tudunk róla semmit, és így ezáltal a családi nap által akkor közelebb kerülhetett tényleg a család is a vadász szakmához. Egyébként mennyire nyitott ez a szakma? Mindenkivel szemben nyitott, aki elfogadja az értékeket, és tud azonosulni azzal az értékrenddel és azzal az életszemlélettel, amit a vadászok képviselnek, tehát megbecsüli a élővilágot, megbecsüli a másikat, elismeri az ő szakmai kvalitását, és egyáltalán jó közösséget szeretne alkotni. Aki ezeket a normákat be tudja tartani, és el tudja fogadni, azt bármilyen szegmenséből jön a világnak, szívesen látják maguk között, aki nem fogadja el, azt előbb-utóbb valamilyen módon érzékeltetik vele. Gyarapodott az utóbbi időben a vadászok, hogy mondják ezt, regisztrált vadászok száma? Igen, tehát gyakorlatilag minden évben egy közel 100 emberrel nő a vadász létszám itt a megyében, jelenleg egy olyan 4100 embernél tartunk. Ennél több ne is legyen, vagy ez így elég? Vagy kevés? A kérdés nem teljesen jó. Ugye Dobó István azt mondta, hogy inkább kevés oroszlán, mint sok nyúl. Én is azt tudom mondani, hogy ez a 4100 ember mindenki szívvel lélekkel dolgozna ebbe a vadász szakmába, akkor azt mondom, hogy borzasztóan kevesen vagyunk, hiszen akkor látom, hogy tudnánk haladni. Sajnos ennek jelentős része úgynevezett hétvégi vadász, ez csúnya kifejezés, a sportvadász talán sokkal szebb kifejezés, akik csak néha jutnak ki a területre. Igazából, aki nagyon aktívan dolgozik ebben a szakmában, egy beszélésem szerint olyan 500 és 1000 között a tehető ember, akik napi szinten kint vannak, és ténylegesen óvják, védik a vadat, ezen lehetne még emelni. Jó lenne akkor, hogyha még többen lennének, akik hozzátennének a szakmához. Hát önök pedig akkor tényleg hozzá is tesznek, például programokat szerveznek. Így van. Gyakorlatilag a vadászkamarának a munkája két fő irányon zajlik. Az egyik, ami szakmai vonal, és igazából a vadásztársadalom tagjain kívül más nem nagyon tart erre számot, viszont ők nagyon. A másik vonal pedig ez a civilek, nem vadászok irányába való nyitás, amikor próbáljuk ugye megismertetni velük a vadászatnak azt az oldalát, amit nem feltétlenül ismernek. Hát szakmai programjaink vannak, hál' Istennek, szép számmal, és most már országosan is jegyzettek, hogy úgy fogalmazok, és egyre keresettebbek. Itt kiemelném, ugye túl vagyunk egy őszbak trófea mustrán, ahol több mint 500 agancsot hoztak be, bemutatni ugye a jogosultak. Ez messze több, mint amit a többi megye produkált eddig, vagy tud produkálni, példaként emlegetnek minket, de említhetném azt is, hogy volt itt egy országos bizottsági ülés, ahol a vadgazdálkodási alappályázati rendszerét tárgyalták, hogy hogyan tovább és milyen célterületre milyen összegeket különítsenek el. Ezek a háttérmunkák igazából ez a szakmát érinti. Amit a civilek látnak belőlünk, az nyilván a vadásznap, nyilván olyan kinti programok, amikor találkozunk,
Most nyitottuk be idén a gyermekfoglalkozásokat, amikor iskolákba látogatunk el. Nagyon nagy az érdeklődés, mondhatom azt, hogy picit talán túl is vállaltuk magunkat. Gyakorlatilag kiváló kollégáimmal tartunk egy kis előadást a fajokról, nem a vadászatról, hiszen a gyermeket nem vadásszal akarjuk nevelni, hanem megismertetni a természettel. Mindig van solymász kollega, vadászkutyás kollega, íjász kollega, és gyakorlatilag így egy kicsit próbáljuk közelebb hozni a gyerekeket. Mindig óriási élmény, de azért nem kis kihívás egy néhány óra alatt 200-300 gyerekkel foglalkozni, úgyhogy mindenki azt érezze, hogy maximálisan oda tettük magunkat. Ráadásul, ha jól tudom, akkor létrehoztak egy applikációt is, hogyha a vad és gépjármű ütközés történik, akkor a hatóságoknak tud segíteni. Így van, gyakorlatilag ez is egy szakmai háttérmunka volt. Eddig mindig nagy probléma volt, hogyha volt egy vad és gépjármű ütközés bárhol a megyébe, egy hajnalban kiérkező helyszínelő rendőr sosem tudta, hogy akkor kit is kellene keresni, ki a hivatásos vadász, ki fogja azt a vadat elszállítani onnan, és ezt oldottuk meg egy három oldal együttműködéssel, a kormányhivatal, a rendőrség és a vadászkamara készített egy olyan internet alapú térképet, amire az összes adatot felvittük. Ilyen módon, hogyha egy járőr betelefonál egy helyszínelő, hogy itt meg itt vagyok egy gépjármű és vad ütközésnél, azonnal a központ tudja neki prezentálni, hogy ki a hivatásos vadász, mi a telefonszáma, és akkor már is lehet értesíteni. Ez szintén egyedülálló, máshol is van az országban néhány megyében ilyen helyi kezdeményezés, de így, hogy kormányhivatal, a rendőrsége együtt ilyen még csak nálunk, és külön öröm, hogy most a napokban jelezte a közút, illetve a Hortobágya Nemzeti Park, hogy ők is szívesen csatlakoznának a megfelelő fedvényekkel, hiszen nekik is ezek napi szintű problémák, hogy nem tudják, hogy kit is kellene akkor pontosan keresni a vadásztársaságnál. Egy percünk van, országos rendezvények lesznek. Így van, nagyon nagy öröm számunkra, hogy az országos hivatásos vadászversenyt, amely gyakorlatilag a hivatásos vadász szakma legmagasabban kvalifikált megmértetése, idén mi rendezhetjük, itt a megyénk rendezi. Ez részben annak tudható be, hogy a megyei rendezvények egyre magasabb színvonalúak, és ezt országosan is elismerték. Gyakorlatilag minden megyéből a legjobb egy hivatásos vadász kvalifikál erre a versenyre, és egy nagyon komoly kétnapos szakmai megmértetésen dől el, hogy momentán ki a legfelkészültebb hivatásos vadász a megyébe. Komoly presztízse is van, hiszen az első helyezett 500 ezer forint nettó díjazásban részesül. Mikor lesz? Július 3-án és 4-én kerül megrendezésre a Buj Táncsics Vadász Társaság területén. Nyitott? Igen, érdekes, tehát többször kérdezték, bárki eljöhet és bárki megnézheti, de nyilván a szakmai részekben csak a szakmának van helye. Utána viszont mindenkinek lesz lehetősége végigmenni a szakavatott vezetővel a versenypályán, megnézni, hogy mit kellett teljesíteniük, milyen feladatok voltak, mi volt az, amiben bizonyítani kellett a rátermettségüket. Köszönjük, hogy itt voltál. Én köszönöm.